Kaden! Valaki ezt a nevet nem ismeri? Van. Például én. Pontosabban itt ott már belefutottam kínai webshopok fotóstáska részlegénél, de élőben még nem volt szerencsém egyhez sem. A kínaiakról pár évvel ezelőttig rossz májúan azt tartottuk, hogy varni azért jól tudnak, aztán szép lassan kiderült, hogy nem csak ehhez értenek, hanem egyre inkább az elektronikához is, táskában pedig a nagymárkák bérmelói mellett most már a különböző fura nevű kínai brendek is helyet követelnek maguknak a piacon, mint például a Kaden. Ezeket már nem csak távol-keleti webshopokban, de akár hazánkban is megrendelhetjük. Nekem a stúdióeszközök Hu küldött egyet, akik a márka tucatnyi típusának itthoni forgalmazását vállalták fel. Kaden előtt 2 a nálam járt példány. Ebből a termékcsaládból a valamivel nagyobb laptop tartós előtt luxury és az előtt basic is kapható. A 2-es változatból a középső méret járt nálam, ami hivatalosan 39x30x14 cm-es, jól megpakolva viszont pár centivel kövérebb is lehet. Ez egy úgynevezett day pack, vagyis olyan táska, ami napi rutinunk sokféle feladatához kínál pakoló részeket. Egy részébe viszonylag kevés fotós cucc is elfér, olyan jó védelemmel, mint egy normál fotós táskánál, más zsebébe pedig mindennapi használati tárgyainkat pakolhatjuk, vagy akár laptopot is. Apropó laptop. Külön kicipzározható zseb nincs rajta, de a hátsó zseb elég mély erre a feladatra. Papíron egy 14 colosnak kéne beleférnie, és egy nagyon vékony talán bele is fér, de a 14 colos, elég vastag ThinkPad-emet nem tudtam, vagy inkább nem akartam belegyömöszölni, úgyhogy magabiztosan inkább 13 colos méretig ajánlom. A laptop tartót leszámítva még vagy 9 kisebb-nagyobb zsebet számoltam rajta, van egy-egy cipzárral csukható elől és hátul, egy kb. Fél literes kulacs tartó oldalt, és van 5-6 kisebb-nagyobb a táska belső-külső részein, melyekbe iratainkat, telefonunkat, memóriakártyáinkat, aksiainkat, apróbb kiegészítőinket pakolhatjuk. Még a párnázott válpántok egyikében is van egy zárható kis rekesz. Mint minden daypacknél, az alsó rész a fotócuccok helye, melyhez alapból csak egy oldalsó ajtót nyitva jutunk hozzá, így viszont, ha akarjuk, a teljes tartó rész, mint egy fiók kihúzható. A tartó belseje műanyag lemezzel keményített, kívül szépen párnázott, és 5 bélelt elválasztóval maximum 3 rekeszesre alakítható. Azoknak a fotósoknak ajánlott a táska, akik max. Egy kisebb vagy közepes DSLR-t, 1-2 plusz objektívvel szeretnének szállítani, vagy mondjuk egy obival és egy vakuval. A törődést nem annyira igénylő kiegészítőinknek a felső részben juthat hely, ha kirándulunk, begyűrhetünk ide például pár szendvicset és egy széljacket vagy pulóvert. A felső részt az alsótól elválasztó alj le is nyitható, így a bélelt fotótartó részt kivéve egy hagyományos, egyterű laptop tartós hátizsákot kapunk, ha éppen erre van szükség. Külseje kisebb esőt is kibíró Oxford szövet, ami fogalmam sincs, hogy mi, de az biztos, hogy a hagyományos műanyag vászonnál egy fokkal szebb textúrájú, sokkal mindennapibb kinézetet kölcsönöz a táskának, és nem vágja le mindenki, hogy fotós hátizsák van rajtad. Színekben sem ragadtak le a hagyományos feketénél, van belőle világos szürke, sötét szürke és farmer kék verzió is, önmagában 1,4 kilót nyom a hátizsák. Mindegyik színváltozat világos szürke bélést kapott, így az általában fekete fotós felszerelési tárgyaink könnyen kiszúrhatók a táska alján. Apró biztonsági, vagy inkább kényelmi játék, hogy a felső fogantyú egy szalaggal összepatentolható, tehát nem olyan könnyű hozzájutni a felső részhez. Engem mondjuk ez zavart, én a magam részéről nem használnám, egy fokkal nagyobb biztonságot ad viszont, hogy egy kis számzáras lakatot is adnak hozzá, melynek háza ugyan műanyagból van, de a zár része fém, így ezzel a dupla cipzárak szintén fém kocsiai is összecsatolhatók. Nem egy svájci bank, de alkalmi tolvajok ellen jól jön. Ilyen dupla cipzár nem csak a felső, de a fotós részleg oldalsó zsebén is van. Inkább ide ajánlanám a lakatot, hisz általában itt pihen a nagyobb érték, ha csak nem a felülre begyűrt Gucci pulóvered akarod biztonságban tudni. A táskában van még pár extra. Például az aljára állványtartó csatok kerültek,
kapunk hozzá szürke esővédőhúzatot is, hogyha esetleg jobban elered, oldalára pedig egy USB ajzatot applikáltak. Ez belül egy 60 centis kábelben folytatódik, amit mobil aksiról használhatunk a telefonunk, tabletünk vagy akár fényképezőgép akkumulátorunk töltésére, de fejhallgató bemenetként is. A Kaden előtt 2-höz jár egy VIP tagsági kártya is, mellyel elvileg kedvezményesen vásárolhatsz további termékeket a nemzetközi webshopukból. De térjünk vissza a hazaira, a studioeszközök.hu-ról 14.900 forintos áron rendelhető meg a táska. Elsősorban kisebb kirándulásokra, városnézésekre ajánlom, ha mindennapi apróbb dolgaid mellett a fényképezőgépettől sem akarsz elszakadni, és biztonságban szeretnéd szállítani. Aki pedig végignézett, annak nagyon köszönöm. Ha tetszett, ne fogd vissza magad, és nyomd meg a like gombot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornámra. Sziasztok!